sorsa következik. Csapadék nem várható túlnyomóan derült időre számítható kevés fátyol felhővel. A keleti észak-keleti megyékben a szél időnként megérinti. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 4 és 11 fok között alakul, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat. Vasárnap a fátyol és borúfelhők mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. Helyenként megérinti a délkeleti szél. A nappali csúcsok 22 és 24 fok között alakulnak. Az élvonalbeli csapatok közül az Újpest és a Puskás utáni Diósgyőr meccse is elmaradt a koronavírus járvány miatt. A labdarúgó magyar kupa országos főtáblájának első fordulójában. A miskolciak az MB3-as Balassagy Almaty VS otthonában léptek volna pályára ma 15 órától, de a Magyar Szövetség délelőtt arról tájékoztatta őket, hogy a hazai csapatban majdnem az összes játékos karanténba került, így nem tudnak kiállni. Az Iváncsa Újpest meccset október 7-én 14 órától, a Toponár Puskás találkozót pedig október 10-én 14 órától pótolják. Nagyon készül az MLS és az UEFA szigorú járványügyi intézkedéseket kell betartani azoknak a szurkolóknak, akik a Puskás arénában tekintik meg jövő csütörtökön alakuló európai szuperkupáért hívt mérkőzést. A BL győztes Bayern München és az Európa Ligában hirdalmaskodó Sevilla pályával. A koronavírus járvány kirobbanása óta a budapesti találkozó lesz az első olyan hivatalos UEFA mérkőzés, amelyet nézők előtt rendeznek meg. Az Európai Labdarúgó Szövetség folyamatosan alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, és minden lehetséges intézkedést meghozott a találkozó biztonságos megrendezése érdekében, mondta el Sipos Jenő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője. Én megköszönöm a figyelmet, a híreket és a sporthíreket Bányász Árpádtól hallották. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.